Hölgyeim és Uraim, nekem még tiszteltetés, hogy ma a Szabadkán tartózkodik Norvégia nagykövete. Szabadkának már egy kialakult kapcsolata van, illetve a létező kapcsolata van a norvég nagykövetség és a nagykövet úrral. Az elsősorban abban merül ki, hogy egy közös projektumot valósítunk meg, amelyet a norvég nagykövetség pénzel. Itt a elvolt állott eveknek a megsemmisítése, illetve elhelyezésével kapcsolatos kérdés megoldását támogatja a norvég nagykövetség. Szabadka és még három önkormányzat vesz részt ebben a projektumban, és ez az első ilyen projektum, amelyen meg tudnánk oldani az állapotot, amelynek a törvényes keretek közötti elhelyezését és megsemmisítését az egész ország területére vonatkozóan. Szabadkán az első önkormányzat ezt megoldaná. Másodszor pedig hát természetesen több olyan téma volt a nagykövetségről, amelyről beszéltünk, elsősorban a hatalom átnyúló alapoknak a alapokból való projektumok pénzelésével kapcsolatban kapunk támogató nyilatkozatot a nagykövetőtől. Azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban ez az együttműködés még bővülni fog. Mindenféleképpen az önkormányzatnak az a célja, hogy a norvég nagykövetség és egy nagyobb kapcsolatot és egy nagyobb együttműködést építsen ki. Ennek az előfeltétele, vagy a valamilyen formában a támaszat is, hogy Szabadkán két norvég cég is dolgozik. A Telenornak itt van a Pol központja Szerbiára, Magyarországra és Montenegróra vonatkozóan, illetve ma bővülnek a norvég cégnek a kapacitása és a nagykövetőre egyre között ezért is jött Szabadkán. Köszönöm szépen is!